Üdvözlöm a Full Star TV nézőit! Vendégem egy roppant tehetséges fiatalember, aki szó szerint kitört a csendből. Üdvözöllek! Szia, Gergő! Hello! Sziasztok! Szia! Első kérdésem hozzád, beszéljünk a kezdetekről, ugyanis te egy szegény családból származol, lehet mondani szegénységből jöttél, nagyon sok vendéglátó és egyéb dolgok vannak a hátad mögött. Mesélnél egy kicsit erről? Persze, hát igen, nagyon sok minden van mögöttem, és elég fiatalon kezdtem bele egyébként a zenélésbe, a vendéglátózásba. De mindezek előtt egyébként én nem is énekes és zenész szerettem volna lenni, hanem táncos szerettem volna lenni. Tehát mindenem a tánc volt, és általános iskolás koromban én mindig minden, tehát azt mondtam, hogy én táncos, profi táncművész szeretnék lenni. És hát tettem is ezért elég sokat, 15 éven keresztül versenyszerűen táncoltam, néptáncoltam. Nagyon sok versenyen voltam, országos versenyeken is, aranysarkantyús néptáncos vagyok egyébként. Igen, és hát utána táncművészeti suliba is mentem el, de valahogy azért a zene mindig kísért engem is, és nem, tehát mindig ott volt velem, és mindig azzal is foglalkoztam, de egy picit hátrébb volt, mint a tánc. Aztán így a középsuli után megnyertem egy nagy versenyt Nyíregyházán, és hát ott egy picit úgy azt mondtam, hogy lehet, hogy az éneklés jobban megy, mint a táncolás. Pedig az éneklés, a táncolással is Olaszországba eljutottunk, több országba is voltam a táncolással, Lengyelországba. De nagyon szerettem, de mégis valahogy a zene erősebbé vált az életemben. Igen, egyébként meg is csillogtattad te a tudásodat a verseny alatt, és egész jól csináltad. Te gyerekkorodban sem akartál nagyon énekes lenni, hiszen úgy tudom, az apukáddal te elég fiatalon elkezdted már ezt a vendéglátózást, az éjszakai lagzi és egyéb dolgok. Igen. Hát igen, pont véget ért a suli, az általános, és 14 éves voltam, és én már ott elkezdtem vendéglátózni apuval. Kaptam egy szintit születésnapomra. Emlékszem arra, hogy tényleg hogy ilyen nagyon nehezen jött össze, de anyukám és a szüleim akkor is összehozták nekem azt a szintit valahogy. Gőzöm nincsen, hogy sikerült az akkor, de nagyon örültem neki. És hát ott elkezdtem. Egy vagy két évet jártam zenesuliba, aztán magamtól tanultam tovább zongorázni. És hát megtanultam így magamat lekísérni úgy, ahogy kell, és megtanultam a dalokat, apu megtanított nekem egy csomó dalt, régi slágereket, leültünk a szobába és tanultunk együtt, és hát elkezdtünk vendéglátozni, és egyre többen kerestek meg engem a környékbeli falvakból, városokból. Eljártunk lagziba, esküvőkbe, aztán később egy-két év múlva bárokba is zenéltem, ilyen 15 évesen bulikat csináltam, zsörjöntünk, bulisztunk. Jó is volt egyébként, szerettem. Olyan 3 évig szerettem ezt csinálni, aztán így egy kicsit így azt mondtam, hogy nem olyan jó ez, meg nem annyira kellemes dolog, amikor... Tehát van az a társaság, amit úgy bír az ember, és van ebbe az oldalba az a társaság, amit már nagyon nem akar az ember. Tehát úgymond lehet, hogy felnőttem ahhoz, és egy kicsit elkezdtem nagyobb dolgokra várni. Anyagilag sem érte már meg, tehát volt, hogy ilyen 3000 forintért zenéltem este 8-tól hajnal 4-ig, az nem volt annyira kellemes, viszont volt, hogy csak az volt, és szükség volt arra 3000 forint, és elmentem, és este 8-tól reggel 4-ig zenéltem. Ilyen tehetségesen, hogy jött neked mégis ez a közmunkás dolog, hogy te ezt bevállaltad a megélhetésért, vagy egyéb dolgokért, vagy nem volt még annyi önbizalmat, hogy hamarabb elindulj egy tehetségkutatón, vagy hogy jött ez? Hát ez egy érdekes dolog. Nagyon sok tehetségkutatón indultam egyébként az X-faktoron kívül. Indultam, a Megasztárba is indultam. Már 17 évesen. Tehát aztán indultam a Csillagszületikbe is, de valamiért meg országos versenyekre is rengeteg tehetségkutatón indultam el, rengetegen. Tehát tényleg nagyon sok országosan is, és a megyein, városin, aztán tévésen is, ahogy mondtam elő. De én hiszek abban, hogy mindennek rendelt ideje van, tehát mindennek a maga idejében kell, hogy megtörténjen. És hát ez így volt, mert hogyha például valamelyik tehetségkutatóba bejutottam volna, akkor szerintem lehet, hogy most nem ülnék itt veled, mert lehet, hogy
egy olyan irányba mentem volna 17 éves, 14 éves fejjel, ami nem tett volna jót az életemnek. Aztán szerintem én úgy gondolom, hogy kellett az, hogy legyen feleségem, kellett az, hogy legyen gyerekem, és hogy így induljak el. Tehát ez nem véletlen volt. Mert a gyerekek és a család miatt jelentkeztem ugye a versenybe, az X-faktorba, és ők voltak azok, akik motiváltak, és ők teljesen más motivációt adtak, mint például az összes X-faktor győztes, vagy bármelyik tehetségkutatónak a győztesei. Én vagyok az egyedüli olyan győztes, aki családi háttérrel indult, akinek volt már gyereke és felesége. Tehát így pont a napokban gondolkoztam, hogy mindegyik győztest így megnéztem, és én vagyok egyedül, akinek családja van. És ez nagyon becsülendő is, hiszen tényleg te meg is maradtál a családod mellett, és egészen jó apuka vagy, mert azért szoktam látni a megosztásaidból, hogy a gyerekek körül forog minden. Hogy tudod ezt összeegyeztetni? Hogy van időd rájuk ennyi, hogy ilyen jó családba élsz, tehát boldog családban? Igen, hát az elején egyébként egy picit túl gondoltuk Nikivel ezt az egészet, és azt mondtuk, hogy semmi időnk nem lesz, és jaj, mi lesz velünk, meg hogy leszek a gyerekekkel, meg mi lesz majd óvoda, iskola, hogy semmi időm nem lesz. Tényleg, hála Istennek, nagyon sok munkám van, és nagyon sok minden jön az életembe, az álmaimat élem folyamatosan nap mint nap, és újabb és újabb dolgok jönnek az életembe, de mégis. Tehát van olyan, hogy egy héten keresztül tényleg nulla szabadidő, vagy ilyen 40 percekre megyek haza, vagy egy átöltözésre megyek haza, és akkor este van, amikor alszanak, akkor érek haza, vagy reggel, amikor kelnek, akkor megyek. De aztán pedig a következő héten lehet, hogy van egy, vagy két, vagy három olyan napom, amikor semmit nem kell csinálni, akkor viszont nagyon durván befótoljuk ezeket a hiányos napokat, és akkor megtervezem a napokat, a programokat, elmegyünk valahova, vagy lemegyünk a szüleimhez, ugye rájuk is kell időt szakítani, és az se egyszerű. Édesanyukám még egyébként nagyon igényli, hogy a kicsi fia ott legyen nála nagyon sokat, de hát nem tudok nála ott lenni sokat. Ez érzem is, hogy neki rossz. Egyébként azt is érzem, hogy ő még nem is nagyon engedett el engem. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy nekik is ugyanúgy hiányzok, és ők is ugyanúgy kívánják azt, hogy többet legyek velük. De azért megoldjuk, és próbálok mindig időt szakítani az én kis családomra is, és a szüleimre, testvéreimre is. Egy kicsi mosoly, egy nagy ölelés, egy mozdulatunk, egy nagy nevetés, nincs akadály, a szíved lát, csak enged át mások mosolyát. Ha már az újabb dolgoknál tartunk, mesélj egy kicsit, úgy tudom, hogy színész lettél, tehát színházi emberke vagy már, ugye? Hát... Még nem mondom, hogy színész vagyok, de igen, kaptam egy szerepet egy nagyon jó színdarabban, egy musicalben, és egyébként ez is az álmaim között volt, még verseny előtt, még mikor középiskolába jártam Nyíregyházára táncművészetébe, én már akkor álmodoztam, hogy majd én egyszer egy musicalbe fogok szerepelni, amiben táncolok, énekelek, és zenélek, meg mindent csinálok. És hát most eljött ennek is az ideje, tehát tényleg mindennek rendelt ideje van. Most érettem meg arra, hogy egy ilyen dologban részt tudjak venni, és nagyon-nagyon örülök, és egy főszerepet, az egyik főszerepet kaptam meg. Egy roma musicalről van egyébként szó, a Somnakai című musicalről, ami a romaságot pozitív szemmel mutatja be, és azt mutatja be, hogy a roma tradíciók és a roma hagyományokban igenis vannak olyan dolgok, ami követendő példa. Azt hiszem, hogy te büszkén viheted a romaság zászlaját elől, hiszen azért rengeteg mindent elértél, ahonnan jöttél és ahol tartasz, és úgy tudom, hogy az országban is te képviseled ezt a cigányságot, és a gyerekeknek előadást tartasz, hogy igenis van élet az iskola után. Így van, és ennek nagyon örülök. Tehát nagyon örülök annak, hogy látom azt, hogy nagyon sokan úgy néznek rám, hogy példaképként, ez nekem még mindig egy, még ilyen kimondani is ilyen fura dolog, igen, hogy én példakép vagyok sok fiatal számára egyébként, és felnőttektől is kaptam levelet, hogy példaképük vagyok, és hogy mennyire jó nézni azt, hogy én hogyan élek, és hogy ők is szeretnének így. Ez nagyon nagy dolog, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy nem tudom, valaki jól öltözik, és akkor látja rajta, hogy hú, nekem is olyan óra kell, vagy nem tudom, valami nekem is ilyen póló kell. Ez nem egy ilyen dolog, tehát az, hogyha valakinek az élete példakép, az egy sokkal nagyobb,
az egy nagy felelősség is. Én ennek örülök, és próbálok tudatosan is úgy élni, hogy tényleg tudjak segíteni az én életemmel másnak. Tehát, hogyha az én életemben látja azt valaki, hogy ez jó is, hogy más szóval mondjam, kívánatos az én életem, és valaki szeretne így élni, akkor én nagyon szívesen elmondom azt, hogy én hogyan jutottam el ide, és ezt amikor elmondom, látom az embereken azt, hogy mennyire jó ezt hallani nekik is, és látom rajtuk, hogy örülnek annak, hogy ezt elmondom nekik is, és sok helyen elmondtam, és tervemben van az, hogy nagyon sok helyen elmondjam még ezt, és tervezünk egy turnét egyébként a nyárra, reméljük, hogy sikerülni fog, ahol a leghátrányosabb városokba is, falvakba, vagy kicsit településekre is szeretnék eljutni, ahova egyébként lehet, hogy nem is hívnának, mert lehet, hogy nem is tudnának meghívni. Szeretnék oda is elmenni, és ilyen motivációs programokat csinálni, ahol énekelek is persze, de a nagyobb hangsúlyt majd arra fogjuk fektetni, hogy interaktív beszélgetéseket folytassunk velük, és mindig fogok vinni magammal olyan embereket, akik szintén példaértékű emberek. Lehet, hogy egy roma egyetemi tanárt fogok magammal vinni, vagy egy sportolót, vagy ilyesmit. Tehát ezt nagyon szeretném, igenis nagyon örülök ennek, hogy csinálhatok ilyet. Onnan, hol felnőttem, hosszú volt ide az út. Hallom, készül az új CD-d, az első albumod. Milyen dalok lesznek rajta, hány dal található rajta? Részt veszel-e ennek a szerzeménynek a megírásában, vagy egyéb dolgokban? Igen, készül az első saját nagy lemezem, mert egyébként volt már egy mini albumom a verseny után, ilyen 4 saját dal volt rajta. De most az első nagy lemezem készül, amin csak is saját dalok lesznek, és semmi más nem lesz rajta. Mindegyik dalban benne vagyok, mint szerző. Én úgy gondolom, hogyha egy előadó énekel, akkor úgy a legjobb énekelni, hogyha ő is benne van, mint szerző. Tehát jó, hogyha át tudja érezni a dalt, és bele tudja tenni önmagát az ember, az előadó. Ezért mindegyik dalban benne vagyok, és hál' Istennek nagyon jó szerzőbarátaim vannak. Csicsák Norbert és Havas Lajossal készítem a lemezemet, és nagyon egymásra találtunk, és nagyon jó, hogy meg tudják csinálni azt, amit kérek. Tehát nem... Azért ez fontos, hogy olyan zeneszerzőkkel dolgozzak, egyébként több zeneszerzővel is dolgoztam már, de úgy ők azok, akik úgy tényleg egy szálon mozgunk. Hogy nevér! Leginkább! Kíváncsi volnék rá, hogy melyik a kedvenc dalod, melyik az a dalod, amiben ki tudsz teljesülni teljesen, melyik az, amelyiket tényleg szívedből énekel. Tudom, hogy mindet, de melyik? Saját dalaim közül? Akár a saját dalaid közül is. Fú, hát én egyébként úgy vagyok ezzel, hogy konkrét ilyen nagyon kivételes kedvenc dalaim nincsenek, mert nagyon szeretem a zenét, és nagyon sok jó zene van, és ezért nagyon sok kedvencem van, de nagyon szeretek énekelni R&B dalokat, funky dalokat, tehát ilyen energikus vagyok a színpadon, és én nem nagyon tudok egy helybe állni, tehát ez nekem például feladat, hogy azt mondják például ilyen forgatás, hogy most állj egy helybe a mikrofon állványa, és nem mozog, és most nagyon énekelj, de ez nekem feladat, de nem bírok egy helybe állni. Például volt az Eurovízión is ugye a dal, amit énekeltünk, a Tükör előtt című dal, hát ott is azt mondták, hogy most az elején nem mozdulj, és most úgy lesz hatásos, és ez nagyon nagy feladat volt, hogy mindig a csípőm elkezdett mozogni, tehát így nagyon belemozogtam. Tehát szeretem a nagyívű dalokat, amiben tényleg lehet nagyot énekelni, de én azt mondom, hogy van, amikor a kevesebb több. Uh-huh. És van, amikor például egy ilyen tök jó, egyszerű dallamot is nagyon szeretek énekelni, de vannak... Hát van egy dal azért, amit nagyon szeretek énekelni, és szerintem azt mindig szeretni fogom, még lehet, hogy 70 évesen is, ha leszek 70 éves. Hát a Törj ki a csendből azért az adja olyan dal, amit mindig, mindenhol, akár egy raklapon éneklem, vagy egy nem tudom hol, vagy poros nem tudom min helyen, azt akkor is érzelemdúsan tudom énekelni, mert az egy olyan dal, hogy amikor azt énekelem, akkor minden eszembe jut. Hogy ne. Mert az mindenről szól, ami velem történt, és ami még fog. Törj ki a csendből, a sötétből, szeres szívből, semmi nem volt kár a percén. Mi most szép él, velem eltél, mindig itt lesz már az
Jövőbeli terveid, koncertek, tervezel egy óriás koncertet valahol, egy arénába esetleg? Vagy Facebookon gondolom nyomon lehet követni, és így a fellépésekről a jövőben a rajongók hol tudnak utolérni? Igen, igen, vannak tervek, vannak rövid távú és hosszú tervű terveink is, kicsik és nagyok is, és nagyon nagyok is. Van, hát most például készülök egy MR2 akusztik koncertre, hamarosan ez is a napokban fog lenni. Aztán készülünk ebben az évben még egy nagy projektre, ami még nagyon kezdetleges, de tervben van, és én nagyon-nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Decemberben készülünk egy nagy koncerttel, egy gospel koncerttel készülünk, és hát szorítsatok, hogy sikerüljön. Ez egy nagy projekt lesz, és tehát nem ilyen pár százas, több ezres közönséggel szeretnénk ezt. És ha minden jól megy, akkor egy álmom fog valóra válni. Ez nagyon nagy álmom, hogy egy igazi amerikai feka gospel kórussal énekelhessek. És úgy néz ki, hogy ez valóra fog válni, mert egy amerikai gospel kórussal felvettük a kapcsolatot, és úgy néz ki, hogy sikerülni fog, és decemberben velük fogunk egy nagy koncertet csinálni majd. Hát nagyon gratulálunk előre is, és hát természetesen az elsők között ott leszünk. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, egy kávéra és egy riportra. Én köszönöm. És a jövőbe pedig kívánok neked még nagyobb sikereket, óriási boldogságot, rengeteg gyereket, hiszen nagyon jó apa vagy. És mit üzennél a nézőknek így egy mondatban akár? Legyenek vidámak, legyenek boldogok, legyenek erősek, tartsatok ki, és nézzétek és kövessétek a Full Star TV-t.